Arra lennék kíváncsi, és szerintem a debreceniek is arra kíváncsiak, hogy mit is fogunk majd tudni hosszú távon ebből profitálni. Komoly verseny. Hatalmas küzdelem, 500 milliárd. Nem csinálunk hülyeséget. Mit is profitálni? És mi leszünk pillanatokon belül a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója? Mit is profitálni? A sárga mellényt viselő között rengeteg nőt láttok. Ezek vagyunk mi. Helybéli családanyák! Éppen ezek védelméért szólt itt a gyermekei egészségét féltő anya, a gazdaságáért aggódó TSZ elnök és a tanítványai sorsát felvállaló tanár. Valamennyien tiltakoztak az előre haladott állapotban lévő üzem megépítése ellen. Az akkugyárak története nem ma kezdődött. Már a 90-es években tartottak ilyen tüntetéseket, csak nem emlékszünk rájuk. De miért nem? És egyáltalán miért nem tudunk szinte semmit a régi tiltakozásokról? Ha nagyon mondjuk 10-15 évvel ezelőttre megyünk vissza, akkor a város minden két csoport megalakulásához kell visszamennünk, amikor ugye ez a lakhatási érdekvédelmi csoport egy amerikai szervezetnek az inspirációjáról jött létre, akik egy amerikai hajléktalan érdekvédelmi szervezet ide jöttek Magyarországra képezni minket, és megkérdezték tőlünk, hogy na mondjatok egy pár példát, amikor magyar emberek alulról szerveződtek és győztek. És akkor mindenki így, hát miért nem tudunk mondani. Pedig vannak ilyen példák, és a mozgalmak.hu készítői szerint fontos, hogy emlékezzünk rájuk. Ezért gyűjtötték össze a sztrájkokat, blokkádokat, útzárakat, élőláncokat az elmúlt évtizedekből. Azt érzékeljük, hogy az gyengévé teszi a mozgalmakat, hogyha nincsen, nem ismerik a saját történetüket, és hogyha mások is sem ismerik azt, hogy ők egyébként nagyon hosszú múltra visszamenő, nagyon sok sikerrel rendelkező mozgalmak, és hogy igenis a narratívának az uralása az általában a hatalmasoknak a kezében van, és hogy a magyaroknak a saját magukról írt narratíváját azt egy kicsit át kell írni. Ez az ilyen, a magyarok mindig passzívak, meg a magyarok sose csinálnak semmit, meg ja, itt minden forradalom elbukott. Hát a kutatás alapját egy 2016-os tanulmány adja, amit a Greskovics Béla és a Jason Wittenberg készített magyarországi társadalmi mozgalmakról, és ők összegyűjtöttek közel 5000 tiltakozási eseményt 89 és 2011 között. Magyarországon van egy ilyen felülről jövő megközelítése egyrészt a történelemnek, meg úgy általában a közéletnek is, szóval, hogy így felülről nézzük a hatalmasok szemszögéből, és nem annyira alulról, hogy az ilyen kevésbé látható rétegekben mi történt, meg kevésbé van ez az ilyen mikrotörténeti megközelítés, hogy milyen is volt a mindennapokban. Mert ugye ezek a történetek, amiket ezen a honlapon látunk, ezek nagyon sokszor ilyen kis helyi, egy gyár, egy kórház, egy település, egy ügy valahol, ami nekik iszonyú fontos volt, és valószínűleg azok, akik ezekben részt vettek, mind emlékeznek rá, de nem kerülnek be valahogy így a nagy történetírásba, és azt hiszem, hogy azért, mert van egy ilyen felülről nézetünk mindenre, és nem annyira alulról figyeljük az eseményeket. Se a történelmi távlatban, se a jelenben egyébként. Nagyon fontos lenne jobban ismerni ezt a mozgalom történetet annak érdekében is, hogy ne essünk újra és újra ugyanazokba a csapdákba. Szóval nekem iszonyatosan tanulságos volt olvasni a korabeli tudósításokat a 2000-es évek elejé, meg a 90-es évek második felében lévő pedagógus tiltakozásokról, és hát megdöbbentő volt látni, hogy mondjuk az, hogy a pedagógus szakszervezetek között milyen feszültségek vannak a mai napig, ez pontosan ugyanígy volt 2000-ben is. Van az, hogy tudom, hogy ilyen iszonyú közhelyes, de hogy a történelmet tényleg a győztesek írják, és szerintem ezért is van, hogy nem emlékszünk ezekre, mert például szintén elképesztő számban jelenik meg ebben a gyűjtésben a rendszerváltáskor az ilyen dolgozói mozgalomban az, hogy a gyárakat megpróbálták a dolgozók ugye a saját tulajdonukba venni, de egyébként ez ugyanúgy jellemző volt a lakásoknál is, tehát hogy ilyen önkormányzó lakásbérlő egyesületeket próbáltak létrehozni, tehát ez az önkormányzás, ez nagyon-nagyon meg ilyen szövetkezeti tulajdon, de nem ez az államszocialista szövetkezeti, hanem az ilyen kollektív, demokratikus szövetkezeti tulajdon, és hogy hát nem véletlenül nem emlékszünk ezekre a küzdelmekre, mert igazándiból a gazdasági modell így nem e felé ment. Tehát, hogy hiába próbálkoztak több százan vagy ezren, hogy megszerezzék a gyáruk feletti uralmat, vagy a lakásaik feletti uralmat, tehát, hogy se nem privatizálni, se nem államosítani nem akarták, végül azért mégiscsak a privatizáció győzött mindenhol, és ezért a történelem szépen úgy írja meg magát, hogy ja, hát egyébként nem történt semmi, hát rendszerváltás volt, és privatizáltunk mindent. És az, hogy ott egyébként 4-5 évig emberek küzdöttek, azt így kiírja ez a győztes történelem magából, és nyilván ez a feladatunk szerintem, például ezért is van ez az adatbázis, hogy ezt visszaírjuk, hogy azért nem történt ez ellen.
egymás nélkül. Itt emberek, nem mindenki gondolta, hogy ez a jó irány. Voltak itt alternatívák, voltak olyan időszakok, amikor az volt az érzés, hogy akár ezek az alternatívák még meg is valósulhatnak, csak aztán úgy alakult a politikai hatalmi rendszer, meg a gazdaság struktúrája, hogy mégsem ezek tudtak győzedelmeskedni, és akkor ezért kevésbé emlékszünk rájuk, mint ilyen dicsőséges korszakra. A kudarcokra sokkal inkább emlékezünk, mint a sikerekre, de szerintem a kudarcoknál sem jól vagy termékeny módon emlékezünk, hanem leginkább a kudarcnak a tényére emlékszünk, hogy hát az sem sikerült, de egyébként, hogyha bővebben foglalkoznánk akár a kudarcokkal, vagy szélesebb emlékezetünk lenne róla, meg több emlékünk egy-egy kudarcnak az okairól, akkor szerintem abból is rengeteget lehetne tanulni. Én jobban szeretek a sikerekre emlékezni, mert szerintem fontos ezt az ilyen optimista attitűdöt bevinni a magyar mozgalmi gondolkodásba, és az egyik az a fogyatékosügyi mozgalom, ami egyébként kifejezetten Magyarországon az egyik kvázi legsikeresebb mozgalomnak mondható, és eléggé egyébként együttemben halad a nemzetközi fogyatékosügyi mozgalommal, tehát hogy meglepően hasonló időszakokban történnek hasonló fordulópontok Magyarországon és külföldön a fogyatékosügyi mozgalom, és pont ebben a korszakban, tehát a 90-es évek, 2000-es évek eleje, ami ugye most ezen a honlapon fent van, tehát a fogyatékosügyi mozgalomnak egy óriási eredménye, hogy az esélyegyenlőségi törvényt elfogadták, és azt nem feltétlenül akarták a politikusok, azt tényleg kiharcolták az érintettek, illetve az érintettek érdekvédelmi szervezetei, vagy az érintettek szülei, attól függően, hogy melyik témában kik szerveződtek, és hogy ezért szerintem kifejezetten érdemes ezt megnézni, és szerintem ez egy kevéssé használt jó példa egyébként, azért, mert sokan egy ilyen elszigetelt, ugye kisebbségi csoport, azt gondolják az emberek, hogy kevés embert érint, pedig valójában egyébként iszonyú sok embert érint, de hogy valójában a fogyatékosi mozgalom, egyébként ez mostanáig megy egy ilyen folyamatosan, kitartóan, nem nagyon-nagyon látványosan, de ilyen nagyon konzekvensen küzdő, nagyon kitartóan küzdő, és ilyen folyamatos, ilyen kis lépésekben, de folyamatosan sikereket elérő mozgalom. És persze nyilván nem mondom azt, hogy most 2023-ban már minden csodálatos fogyatékosügyi területen, de az biztos, hogy folyamatosan érnek el eredményeket ebben a korszakban is, most is, és hogy egymásra épülnek ezek az eredmények. Nekem egy kedves példám az, ahogyan a 90-es évek második felében, de még a 2000-es évek első felében is rengeteg közintézményt zártak be. Ezek elsősorban iskolák voltak, de rengeteg vidéki kórházat leépítettek, rendelőintézeteket megszüntettek, stb. És az, hogy kis vidéki településeken százak és ezrek gyűlnek össze mondjuk egy-egy kórház ügyében, hogy kiálljanak azért, hogy már pedig az teljesen irreális, hogy a legközelebbi kórházat megszüntetik, és akkor a következő az egy órára van innen autóval. Valamikor a 90-es évek elején, nem emlékszem a településre, de szerintem gazdák lezártak egy utat azért, mert egy kórházat be akartak valahol zárni. Szóval, hogy egyszerre jelenik meg az ilyen agrármozgalmaknál, meg az egészségügyi mozgalmaknál, és így, hogy nem azért tüntettek a gazdák, mert nem tudom, nagyon-nagyon sok agrártüntetés van, ami a tejára, meg a minden, de hogy itt gazdák egy kórház bezárás ellen, és ugye ez a akkoriban nagyon divatos eszköz, az útlezárás, meg a eltorlaszolás, hogy ezek ilyen iszonyú erős sztorik, és szerintem azért is szuper sztorik igazándiból, mert ahhoz vagyunk hozzászok, hogy jaj, ezek így mindenhol máshol történnek, csak nálunk nem. És akkor végigpörgeti ezt az ember, és így, ja, hát ezek itt történtek, és ja, a nagymamám abból a faluból származik, ahol ez történt. Na hát, akkor lehet, hogy azért mégiscsak mi is egy szerveződő nép vagyunk, csak ezt valahogy nem tudom, valaki nem akarja, hogy tudjuk, vagy így saját magunknak nem meséljük el ezt a sztorit. De akkor hová lett a lendület? Kevesebbet tiltakozunk manapság, vagy csak más eszközökkel? Ki az, aki beleáll a küzdelembe, és ki az, aki nem? És vajon mire számíthat a környezetétől az, aki nyíltan szembe megy a hatalommal? Szinte biztos vagyok benne, hogy ha ugyanezt a módszeres kutatást ma valaki megcsinálna, akkor számszerűleg ugyanennyi tiltakozást találna. Amit én különbségnek érzek, az egyrészt szerintem vannak ilyen tiltakozási divatok. Tehát, hogy így a 90-es években utat volt divat lezárni, meg éjségsztrájkolni volt divat, ma meg mondjuk foglalni kell dolgokat. Szóval, hogy így egyszerűen más a megközelítés. A 90-es években, ami nekem tényleg meglepő volt, az, hogy kifejezetten kis települések is nagyon belállósak voltak. Tehát ez ma már engem meglepne, hogyha mondjuk ilyen kis pár száz fős, vagy pár ezer fős településeken azt látnám, hogy foglalnak meg, éjségsztrájkolnak. Na, az meglepő. Amiben szerintem van változás, az, hogy például a sztrájkoknak nyilván nem függetlenül a jelenlegi kormánynak a 2010-ben
hogy 11-ben bevezetett új sztrájk törvényétől, de hogy a sztrájkoknak a száma az csökkent a 2010 óta, és ez azért is fontos szerintem, mert azt azért kutatásokból kiolvasható, hogy a sztrájk a leghatékonyabb tiltakozási forma, és míg a sztrájkoknak sokszor akár 50-60%-a sikerre vezet, vagy részleges sikerre vezet, addig egyéb tiltakozási formáknál ez egy alacsonyabb szám. Még arról a kérdésről, hogy kik szervezték, nekem meglepően sok helyen, egyébként ez is főleg az ilyen mezőgazdasági, meg vidéki szerveződéseknél megjelentek pártok, tehát például a kisgazda párt, az így a 90-es évek elején egy elképesztő mozgalmi párt lehetett, mert így nagyon-nagyon sok tüntetés mögött ők álltak, vagy hogy mi ők adták az infrastruktúrát, ami szerintem elég király. Hogy egy párt az így tud működni. Miép is megjelent egyébként többször ezeknél. És ami fontos, hogy ugye ekkor a 90-es évek elején, aztán később kevésbé, de ugye ez a magyar civil társadalom, vagy az ilyen rendszerváltás utáni civil társadalomnak a születése, tehát hogy tényleg nagyon sok az ilyen kvázi spontán abban az értelemben, hogy utána ebből kezdtek el emberek tovább építkezni, és születtek meg a későbbi civil szervezetek vagy mozgalmak. De egyébként tényleg sok, meglepően sok olyan van, hogy írt egy tanár egy levelet, és akkor ahhoz csatlakoztak, vagy kiállt egy ember a bolt elé, és akkor elkezdett tüntetni, és akkor hozzá csatlakoztak. Szóval egész ilyen romantikus is kicsit, hogy ma már így nem vagyok benne biztos, hogy ez így, hogy így emberek így kiállnának egyedül, és elkezdenek dolgokat csinálni. Bár egyébként pont most a tanároknak a polgári engedetlenségénél azért ez most egy kicsit visszajött, ez az ilyen kiállok egyedül, és akkor is csinálom, ha senki nem támogat, és aztán kiderül, hogy mégiscsak csatlakoznak hozzá sokan. Én a 90-es években gyerek voltam, tehát nem emlékszem annyira a politikai hangulatra, de így a tanulmányaimból, meg pont ebből az adatbázisból azért van egy ilyen érzésem, hogy akkor az emberek inkább nyitottak. Tehát, hogy volt egy ilyen érzés, hogy akkor most így nézzük meg, hogy mi a mozgásterünk, így picit menjünk tovább, mint amit megszoktunk, meg picit beszéljünk hangosabban, meg legyünk, hogy mondjam, kritikusabbak, mert hogy most lehet. Ma inkább a bezáródás van. És ma azért inkább az van, hogy jobb csendben lenni, jobb meghúzódni, tehát azért ma nagyon sokan inkább ezt az ilyen exitet választják, tehát hogy vagy a privát szférába visszavonulnak, hogyha nem értenek egyet valamivel, vagy elhagyják az országot, vagy próbálnak ilyen kis közösségekben valahogy túlélni, de nem feltétlenül ilyen politikai nyilvános kiállással, de ez csak egy megérzésem, tehát ma nem gondolom, hogy nagyon megdicsőül az, aki ma szerveződik. Fogalmam sincs, hogy a 90-es években mekkora társadalmi elismertsége volt, de így az adatbázisunkból az látszik, hogy azért nagyon sokan bevállalták azt, hogy felszólaljanak, és beszéljenek, és elmondják, és az ilyen nagyon zsigeri igényeiket kifejezzék, mert ugye azért a 90-es években alapvetően az emberek nem ilyen politikai ideálokért tüntettek, hanem tényleg iskolákért, kórházakért, alacsony árakért, megfizethetőségért, pénzügyi támogatásért, szóval, hogy nem nagyon elgondolok én. Az elmúlt évtizedben rengeteg tüntetést tartottak Budapesten. Voltak köztük kitartóak és látványosak is. Mégis úgy tűnik, mintha a legélesebb, leghatékonyabb tiltakozásokat helyi ügyekben szerveznék, általában környezetvédelmi témákban, távolabb az ellenzéki pártoktól és civil szervezetektől. Ilyen volt a Tatai-tó, a Fertő-tó, vagy akár a római parti mobilgát esete. És ilyenek most az akkugyárak is. Én azt gondolom, hogy a fogyatékos ügyi mozgalom mellett a zöld mozgalom az egyik legerősebb mozgalom Magyarországon. Egyébként talán ilyen tiltakozás számban is ez az egyik legszámosabb itt az idővonalban is, de szerintem sikerességben is, meg erőben is. Tehát, hogy azért ugye nem véletlen, hogy mondjuk a Bős Nagymaros vízlépcső az elleni tiltakozás az egy ilyen ikonikus esemény, meg ugye az azt megörökítő Dinosaurus nevű dokumentumfilm, ami ilyen nagyon-nagyon erősen dokumentálja az ilyen rendszerváltás körüli zöld mozgásokat, és nagyon sok zöld szervezet, ugye zöld párt is a zöld mozgalomból alakult ki, szóval csak azt akarom mondani, hogy úgy általában Magyarországon szerintem nagyon erős a zöld mozgalom, és erre nagyon büszkék lehetünk egyébként. Az, hogy most nagyon sok az ilyen helyi szintű, főleg zöld jellegű tiltakozás, azt nézhetem pozitív szempontból is, hogy erős a zöld mozgalom, és még mindig nem fáradtak bele az Orbán rezsimbe, tehát hogy még mindig van kedvük így kiállni saját magukért, és nem kedvetették el őket. De azért a másik, hogy én azt is észreveszem, és egyébként ez a közéletiskolája képzésén is látszik, hogy egyre több az ilyen lakóhelyi szintű szerveződés, ahol én azért, hogyha egy kicsit pesszimistában nézem, akkor az érzésem, hogy beszorultak a mozgalmak a helyi szintű
szintre, beszorultak az önkormányzatokhoz, mert már a központi kormányzattal már nincs mit tenni. Tehát tulajdonképpen a központi kormányzat 10 éve semmilyen párbeszédre nem hajlandó senkivel, ilyen betonfalnak szalad az, aki bármit el akarott érni, és mondjuk az önkormányzatok még az a szint, és ilyen szempontból mindegy, hogy ellenzéki vagy fideszes, vagy független önkormányzat, mert az önkormányzat még mindig az a szint, ahol így a hatalomban lévők valahogy így kénytelenek interakcióba lépni a helyiekkel, és ezért ott még mindig van értelme a szerveződésnek, és én sok sikeres szerveződés is van, és ezért ezek a helyi szintű, főleg zöld jellegű, tehát hogy együtt a zöld mozgalom erősségével, és azzal, hogy be vagyunk szorulva kicsit a helyi szintre, szerintem emiatt van az, vagy ez az én hipotézisem, hogy ezért van az, hogy egyre több ilyen helyi szintű, ilyen fenntarthatósági zöld szerveződés van, ami egyrészt iszonyú fontos, tehát hogy ezt fenn kell tartani, legalább ott történjen valami, de talán nem is véletlen, hogy az Orbán kormány szeretné megszüntetni az önkormányzati rendszert, mert ugye az még mindig egy olyan tér, ahol így ez a demokratikus harc, ez folyik, mert ugye a demokrácia egy harc, tehát ott annak az a lényege, hogy érdekek összeütköznek, emberek szerveződnek, nyomják egymást ide-oda, és akkor valami kijön belőle, ami nagyjából a végén reméljük mindenkinek jó lesz, és hogy ez még az a terep, ahol ez tud történni, és nyilván van egy törekvés arra, hogy ez a típusú demokratikus terep is megszűnjön.